Az iskola alapításának 150. évfordulója alkalmából a Szent Imre Katolikus Általános Iskola október 10-én ünnepi megemlékezésre hívta a város lakóit. A program 11 órakor kezdődött meg a katolikus templomban ünnepi szentmisével, majd az iskola bejáratánál elhelyezett emléktábla megáldására és megszentelésére került sor. A rendezvény végén lehetőség volt megtekinteni az évforduló alkalmából összeállított iskolatörténeti kiállítást. A katolikus iskola fennállásának 150. évfordulója alkalmából megtartott ünnepi szentmisén az intézmény egykori és jelenlegi pedagógusai, a város vezetői, az egyházközség tagjai és az iskola felső tagozatos tanulói vettek részt. A szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta, akit a vendéglátók nevében Baranyák Béla esperes plébános üdvözölt. Plébános atya arra emlékeztetett, hogy a 150 év alatt sok minden történt, de hálát adnak Istennek, hogy ismét katolikus szellemben nevelkednek a gyermekek ebben az intézményben. Főtisztelendő Ternyák Csaba érsek arról beszélt, hogy különleges öröm mindenki számára, hogy ilyen hosszú múltért adhatunk hálát. Az egyház megyében ez a legrégibb iskola. Az évforduló arra figyelmeztet, hogy ne feledkezzünk meg gyökereinkről, bár életünk a jelenben rejlik, de készüljünk a jövőre is. A szentbeszéd elején érsek atya József Attila egyik versét idézte, amely minden ember örök problémájára virágít rá. Miért legyek tisztességes? Bárkiben felmerülhet ez a kérdés. Miért legyek tisztességes, amikor mások lopnak, csalnak, de semmi bántódásuk nem esik? Ennek ellenére érdemes tisztességesnek lenni. Erre az európai keresztény kultúra tanít meg bennünket, hiszen a 10 parancsolat átitatja az egyes országok törvénykezését. Mi olyan jövőt szeretnénk, mondta az érsek, ahol a tisztességnek, a becsületnek, a munkának tisztessége van. Ennek az iskolának is az a célja, hogy tisztességre neveljen. A szentmise végén Baranyák Béla atya megköszönte az érseknek, hogy jelen volt és a szentmisét megtartotta. Újvár Imre polgármester gratulált a jeles évfordulóhoz, és egy díszoklevéllel, valamint egy kerámia tállal fejezte ki elismerését az intézmény igazgatójának. Az iskola bejáratánál folytatódott az ünnepség, ahol Reményik Sándor Templom és iskola című költeményét Beranek Balázs szavalta el. Sándor, templom és iskola. Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok rá, de nincsen, aki köztetek, e szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyitoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul, de ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul, és gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. E templom és iskola között futkostam én is egykoron, és hűtöttem a templom falán, kigyulladt gyermekhomlokom. És azóta hányszor éltem át itt lelkem zsenge tavaszkorát. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. A koldusnak, a párjának, a jöttmentnek is van joga Istenéhez, apái módján és nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajángatják templomul az út szélét és az égbolt sátorát. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Kicsi fehér templomotokba most minden rögtön ülnek. Kicsi fehér templompadokba a holtak is mellétek ülnek. Nagyapáink, nagyanyáink, szemükbe bíztatás, vagy vád. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát.
Ezt követően az iskola nemrégen alakult Glória kórusát hallgatták meg a jelenlévők. Urbánné Tóth Rita, az intézmény igazgatója köszöntötte az ünnepség vendégeit, majd arról beszélt, hogy 150 évvel ezelőtt Bartakovics Béla egri érsek segítette az iskolaépítés megkezdését. Igazgatóasszony köszönetet mondott dr. Ternyák Csaba érseknek, hogy 2011-ben vállalta az iskola fenntartását. Tisztelt alpolgármester asszony, kedves megjelentek! Szeretettel köszöntöm Önöket itt az intézmény udvarán. Talán napra pontosan ezen a helyen 150 éve szintén álltak lelkes emberek, akik a római katolikus intézmény két tantermének felépülése után megnyitották az akkori iskola kapuját a gyerekek számára. Írott sajtóhírekből tudjuk, hogy Bartakovics Béla érsek 4600 forintos építési költségét fizette, és így indulhatott meg az építkezés. Hála és meghatottság van a szívünkben, hiszen az elődeink munkája és kitartása okán ma is ugyanaz a feladatunk, mint akkor. Isten emberek iránti szeretetét, helyes értékrendet és egymás elfogadását szeretnénk továbbadni a ma intézményünkbe járó gyerekeknek, hitre és hasznos ismeretekre nevelve őket. Kötődünk ehhez az iskolához. Mi, akik itt tanítunk, tanultunk vagy tanulunk, szeretjük ezt az intézményt, múltját és jelenét is. A költő szavaival élve, kötődés nélkül élni nem lehet. Kötődünk egy-egy szóhoz, egy baráthoz, az iskolához, az ott szerzett jusshoz, hazához, múlthoz, jelenhez, jövőhöz, a kövek közül kiperdült időhöz. Hálával tartozunk az egri főegyházmegyének és dr. Ternyák Csaba érsek úrnak, hogy intézmény fenntartását és irányítását átvállalta 2011-ben, és azóta is stabilan működhetünk, visszatérve elődeink által megálmodott útra. Az emléktábla felhelyezése előtt egy időkapszulát helyeztünk el a falban, mely tartalmazza az intézmény jelenlegi tanulóinak és dolgozóinak névsorát, az intézmény egykori igazgatóinak nevét, az alapító és a jelenlegi érsek nevét, valamint az intézmény épületének jelenlegi fotóit. Ahogyan az emléktábla leleplezése után a szentírási idézet írja, gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi kedves előtte, és mi a tökéletes. Az intézmény múltjának emléket állító, de a jövőbe mutató emléktábla leleplezésére és megáldására kérem érsek atyát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet. Az Úr legyen veletek. Könyörögjünk. Áldott légy Istenünk, mennyei Atyánk, reményünk és életünk forrása. Tőled származik a lélek, aki az emberek sokaságából közösséget formál. Világosítsd meg és védelmezd ezt a 150. tanévét ünneplő iskolát, amely az elmúlt évtizedek során oly sokszor megtapasztalta gondviselő jóságodat. Kérünk, áld meg ezt az emléktáblát, és mindazokat, akik köré gyülekeznek.
erősítsd egyházadat, hogy a remény jele lehessen az emberiség számára. Add, hogy a város lakói és vezetői őrizzék és védelmezzék az emberi és keresztény kultúra alapvető értékeit, amelyeket a mi megváltónk Jézus Krisztus hirdetett meg nekünk. Erősítsd irántod való hűségünket, és vezess bennünket az örök életre, Krisztus a mi Urunk által. Amen.